Sziasztok! Látjátok, itt vagyunk Göncz Árpád sírjánál. Mivel legutóbb egy hónapja voltunk itt, és azóta a Kossuth tériek mozgalma, ha úgy tetszik, rezsimváltó mozgalma sokat erősödött, ezért most is elmondom, amit a múltkor. Ez nem valami show műsor a részünkről, hogy most ezért kijöttünk ide, mióta Göncz Árpádot, mindannyiunk demokrata elnökét eltemettük, azóta minden hónap első szombatján a demokrata ellenállásnak a veterán terepharcosai. Kijövünk ide tisztelegni, beszélgetni a sírja mellett. Első szombat van, ebben a hónapban mindenképp itt lettünk volna. Az, hogy ez így alakult, hogy az utolsó szombat mielőtt a Kossuth térre indulunk megvívni a szabadságunkért, itt tölthetjük, ez egy jutalom és ajándék mindannyiunk számára. Talán kezdjük a mai nap eseményével, mert azzal el tudjuk magunkat helyezni a palettán, hogy mit is értünk el már eddig azzal a mozgósítással, azzal az aktivitással, amit eddig még csak a Facebookon műveltünk. Meg is írtam, az egész Facebookon szét is osztattátok azt a posztot, hogy a vietnámi kommunista párt főtitkára hirtelen úgy döntött, hogy Orbán Viktor meghívására pontosan szeptember 8-án Magyarországra látogat. Hát ilyet a világ még nem látott, ugye egy diplomáciai látogatást azt hónapokon át készítenek elő. Esetleg, ha itt valami szomszédos országról van szó, akkor egy-két héttel előtte. Tehát, hogyha mondjuk az osztrák miniszterelnök átugrik hozzánk, vagy a cseh miniszterelnök az osztrákhoz, akkor valóban egy-két hét alatt összehozzák, hogy mégis miről tárgyaljanak. Most diplomácia az nem arról szól, hogy összefutunk és piálunk egyet. Bár egy Orbán érában, mondjuk egy Szijjártó vezette külügyminisztériumban véletlenül ez is lehet normális, lehet, hogy ez a normális. Mert ahol minden abnormális, természetesen az abnormális válik normálissá. Az, hogy sok ezer kilométerről a félvilágot átröpülve egy vietnámi pártfőtitkár egy azonnali meghívásra azonnal pozitívan reagál, és pont szeptember 8-ára, pont egy szombati napra, amikor egyébként nincsenek diplomáciai látogatások, mert ha már jön valaki átröpülve a félvilágon, akkor azt nem azért teszi, hogy csak egy emberrel találkozzon, hanem olyankor vannak más programjai is, tehát mindig hétközben történnek a diplomáciai látogatások, éppen azért, hogy tudjon ezzel is, még azzal is, meg amazzal is tárgyalni, ami hétvégén sokkal nehézkesebb. Hétvége még a különböző állami vezetőknek is hétvége szokott lenni, és erre vigyáznak is. Na most hát az történt, hogy tegnap előtt még Orbán Viktor köcsére tervezte a programját, aztán hirtelen meggondolta magát, és talált magának minél távolabbi keletről valakit, aki hajlandó ilyen ugrifüles módra, hogy gyere pajtás, marhára szükségünk lenne rád. Szerintem végighívtak 20 embert, abból 19 röhögött, és a 20. azt mondta, hogy éppen ráérek, nagyjából ő lehet a vietnámi kommunista főtitkár. Ő ráér, úgyhogy jön. Miért jön? Miért lett meghívva pontosabban? Van a bécsi szerződés, amely arról szól, hogy a diplomatáknak hogyan kell adott országban a mozgását a fogadó országnak biztosítani. Ebbe mi is beleütköztünk annak idején, amikor volt a Merkel látogatás, volt a Putyin látogatás és egyéb látogatások. Ezek mind a bécsi szerződés hatája alá estek, és erre hivatkozva a mi akkori 9 hónapos kossuth-téri tüntetésünket a TEK döntésére mindahányszor éjszaka eltakarították. Na de hát ugye nem vagyok én olyan aranyos fiú, hogyha ezekkel a szarháziakkal kell szembeszállni, úgyhogy ezekben mindegyikben pert indítottam. Ezeknek egy részében saját magam, egy részében a TASZ képviselt, és a legutóbbi pernyertességünk ilyen szempontból kulcsfontosságú. A Merkel látogatás kapcsán többkörös bírósági eljárásban végül a bíróság kimondta, hogy pusztán az, hogy itt van egy diplomáciai védettségű személy, nem lehet oka
egy már létező jogerős tüntetés feloszlatásának. Minimum kellő alapossággal és kellő időt hagyva a rendőrségnek egyeztetni kell. Egyeztetni. Nem ultimátumot adni, nem lebontani, egyeztetni. Ez a bírósági döntés itt most számunkra fontosságú lesz. Ha úgy tetszik, a múltban elért eredményeinket most fogjuk tudni realizálni. Amit én gondolok, az az, hogy eleve azt szeretnék megakadályozni, hogy mi nekivághassunk a Kossuth téren. Tehát nem arról szól a móka, hogy mi szeptember 8-án délelőtt 10-től elkezdjünk tábort építeni, hogy aztán este 6-kor letegyük a demokrata esküt és felavassuk a táborunkat, hanem már eleve megpróbálják megakadályozni, hogy elkezdhessük. Nyilván ők is látják, amit mi magunk is látunk, sőt teszünk, hogy a Kossuth tériek ereje napról napra nagyobb, és lassan kezd ilyen exponenciális fölfelé ívelő formába menni. Látjátok azt a közvéleménykutatást is, ami ahhoz képest, hogy milyen kevés helyre raktam föl, hatalmas, valahol volt legnagyobb aktivitású közvéleménykutatásom, ez a mit gondoltok, le tudjuk-e szeptemberben győzni a rezsimet, és őszinte megdöbbenésemre nem 30% vagy 40% mondja azt, hogy le tudjuk győzni a rezsimet, hanem valahol itt 70% körül ingadozik, 71-69, ez óriási arány. Ez azt jelenti, hogy az emberek az eddigi, az elmúlt hónapokban végzett tevékenységünk alapján úgy ítélik meg, hogy amit és ahogy mi tervezünk csinálni, és amit és ahogy mi a tapasztalatok alapján mindig meg is csinálunk, ugye hát azért az elmúlt 4 évet végignézzük, mi nem azok a hangemberek vagyunk, amire azt mondtuk, hogy azt úgy fogjuk csinálni, azt úgy meg is csináltuk. Azt gondolom, hogy a hitelességünk az oka, hogy ennyien bíznak már abban, hogy itt szeptemberben ténylegesen ennek a vége egy rezsimtelenítés és a magyar köztársaság helyreállítása lesz, és természetesen a hazárulóknak az elszámoltatása. Magát a konkrét tervet azt már az előző 2 élő videóban elmondtam, és bár ismétlés a tudás anyja, de szerintem aki igazán akarja, az abban visszanézheti. Most arról már többet nem. Akciózni fogunk a táborból indulva, ezek az akciók kivéthetetlenek, végig törvényesek, velünk szemben csak törvénytelenül lehet fellépni. Benne van ebben mind a 4 évnyi összes terep tapasztalatom, jogi, bírósági, minden anyám tyúkja. Egy nagyon, nagyon nehezen kivéthető terv. Én arra gondolok, vagy arra számítok, hogy az első napon, szeptember 8-án természetesen még nem leszünk rengetegen. Néhány százan. Ez a reális, és onnan kezdünk el fölépülni. Néhány százan ugyanis elegen vagyunk ahhoz, hogy akciókat kezdjünk, és az emberek azt szeretik, hogyha látják is, hogy akik mondanak valamit, azt meg is csinálják. Látom az élő videóknak a nézettségét, ahol akció van, ott 5-6-szor annyian nézik. Ha az egész ország majd azt nézi, hogy mi hogy szivatjuk folyamatosan a rezsimet, akkor az egész ország azt nézi majd élő videókban, egyenes adásban, hogy végre nem mi szívunk a felcsúti gazemberrel szemben, hanem ők velünk szemben, akkor azt gondolom, hogy eljön az a pillanat, amikor egyre többen a folyamat során úgy döntenek, hogy ők is ebben részt akarnak venni. Én arra gondolok, hogy az elején néhány százal leszünk, a végén néhány tízezren. És a néhány tízezren vannak a Kossuth téren, állandóan. Az azt jelenti, hogy mögött sok százezres tömeg van, hiszen ez nem úgy néz ki, hogy kimegyünk, és akkor látástól Mikulásig csak ott vagyunk. Ennek van egy dinamikája, mindenki annyit van ott, amennyi tud. Van, aki 1-2 órára jön ki közénk, van, aki 1-2 napra. Jövés-menés. Az, hogy több tízezer ember van a Kossuth téren, az azt jelenti, hogy valójában több százezer ember mozog. És azokból tevődik ki az éppen a téren levő néhány tízezer ember. És egy ilyen eset az, amikor már a rezsim nem tehet más, mint megpróbálja ezt a számára már életveszélyes dolgot megszüntetni. Ilyenkor szoktak kapkodó parancsok érkezni olyanokhoz, akik azt éppen azért, mert azok túlzott erőszakra
utasítják őket. És látva azt, hogy a tömeg elszántság ereje és kitartása nem múlik, ezt a parancsot már nem hagyják végre. Amikor ez megtörténik, akkor onnantól a rezsimnek vége, onnantól a TEC-nek egyetlen egy feladata lesz, hogy Orbán Viktor biztos Azerbajdzsánba jutását valahogy lezsírozza. Bár lássuk be, a kedvesztett diktátorokat még más diktátorok sem fogadják be annyira szívesen. Ez a szeptember 8-i vietnámi pártfőtitkár iderendelés, ez már a tanástalanság jele. Ők is kielemezték most arra a mi tervünket. Az akcióink teljes felépítését, és nem buta fiúk. Ha találtak volna benne egy gyenge pontot, ott támadnának. Egy dolgot tudtak találni rá, hogy lehetőleg a legelején megakadályozni, hogy egyáltalán elkezdhessük. Erre azt mondom, hogy ezt meg lehet próbálni. Itt már finoman jeleztem a legrégebbi harcostársaimnak, hogy hát van terv erre az esetre. Olyan jellegű terv van, hogy kifejezetten kívánni fogják órákon belül, hogy mégiscsak inkább menjünk a Kossuth térre. Drága jó hatalom, én 4 év alatt hülyére szivattalak titeket. 94 perc vesztettetek velem szemben. A terepen mindig az történt, amit én szerettem volna, nem tudtatok soha ti engem megállítani. Hát ez most már így marad. Én nem lettem butább, és ti nem lettetek okosabbak. Úgyhogy szórakozzatok, bele van tervezve a szórakozásotok. Ugyanis én 10 lépésre tervezek. Ti meg csak 5-re, 6-ra. Úgyhogy még akkora mozgásterem van, hogy tulajdonképpen nem is kell azonnali döntéseket hoznom, csak válogatni a forgatókönyvekből, hogy éppen hogy szívassalak titeket meg. De meg lesz, megnyitottak titeket, meg lesztek szivatva. A következő aprócska dolgot azért még meg fogom tenni. Holnap kedélyes vasárnap lesz. Az utolsó, amit még otthon töltök, mert a következőt már várjátok együtt a Kossuth téren. Írok én egy levelet a vietnámi nagykövetségnek, mivel 2 dolog lesz. Az egyik az, hogy meghívom a Kossuth téri tüntetésünkre. Ideológiai, kétségkívüli ideológiai ellentéteink dacára. A hozzánk látogató vietnámi pártfőtitkárt, hogy örömmel látjuk beszélgetésre a tüntetésünk területén. Egyben persze informáljuk, hogy ott már van egy tüntetés. Tehát nem hivatkozhat majd arra a TEC meg az anyámtyúk, hogy a vietnámiak ragaszkodtak. Mint ahogy a Merkelnél, Putyinnál ezt elhazudták, természetesen nem ragaszkodtak annak idején egyik külső fél sem a tábor lebontásához. Az az Orbán Viktor és a Kövér László személyes akarata volt, hogy ne lássanak ott mindenféle demokrata tüntetőket, mert milyen diktátor az olyan, aki megengedi ilyesmit. Úgyhogy ezt a hivatkozási alapot kihúzom alóluk. Tehát a nagykövetségnek írt levélben szerepelni fog, hogy szeretettel meghívjuk a vietnámi pártfőtitkárt a táborunkba egy kedélyes beszélgetésre. Innentől nyilvánvaló lesz, hogy nem a vietnámiak kérésére próbálnak majd minket lebontani. Egyben ebben a levélben informálom a vietnámi pártfőtitkárt majd arról, hogy egyébként ő most egy fasiszta diktátorhoz érkezett. Hát, ha nem tud. És azt hiszem, hogy egy kommunistának nehezen elfogadható a fasizmus. Aztán meglátjuk, mi történik. Láttam én már olyat, hogy olyan jellegű tömegnyomás alakult ki, hogy hirtelen a hatalom visszavett az eredeti tervéből. Esetleg az a szereplő, akit ők beleterveztek, az a szereplő úgy döntötte, hogy más szerepet kíván játszani, és utána alig tudtak kimenekülni a hatalom még az általuk teremtett csapdában. Én úgy látom, hogy ez a vietnámi pártfőtitkár meghívás valójában egy olyan csapda, aminek a hatalom számára nincs jó megoldása. Számukra meg csak jó megoldása. Van nyilván erről részleteket, azért nem mondok előre, mert hát van rá tervem, hogy mi fog történni akkor, hogyha ezt meglépik, és akkor azt fogjuk tenni, és majd vigyorgunk a hatalom kétségbe esett vergődésén és reakcióin. Göncz Árpád ott lenne velünk a Kossuth téren.
Ha Göncz Árpád élne, akkor nem Tuareg lenne a Kossuth Téryek vezetője, hanem Göncz Árpád lenne a Kossuth Téryek vezetője, és én örömmel segíteném őt mindenben. Göncz Árpád ugyanis nem az a dumagyáros típus volt. Nem azért kapott az 56-os forradalmi szabadságharc után életfogytiglant, mert csak dumált. Göncz Árpád egy forradalmár volt, egy igaz demokrata. Senki nem lenne méltó, mint hogy a magyar köztársaságért harcoszálló demokratákat vezesse. Ő már nem él. Mi viszont élünk, és felelősséggel tartozunk mind az országunknak, mind Göncz Árpádnak. Nem hiszem, hogy ő szeretne egy ilyen országban élni, mint amivé felcsúszik az ember az országunkat változtatta. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mi kötelességünk, és Göncz Árpád felé is, erkölcsi és fizikai és mindenféle kötelezettségünk, hogy demokratákhoz méltó bátorsággal, eltökéltséggel, kitartással megküzdjünk a hazánk. Hadd mondjak pár szót a bátorságról. Nyilván sokan rólam azt gondolják, hogy Szabó ez egy idióta, tehát ez állandóan belevág olyan dolgokba, mert ő neki szerencséje van, mert születettem bátor a fráz. Szerintem egyáltalán nem vagyok bátrabb. Engem az élet tett bátorrá, és a gondolkodás tett bátor. Én azért lettem bátor az ilyen közmegítélés alapján, mert annyit gondolkodtam egy-egy tettem előtt a kockázatokon, hogy egyenként azokat végig tudtam venni. Mi történik, hogyha nagyon vernek? Oké, ez egy konkrét végiggondolható történet. Mi történik, ha bebörtönöznek? Ez megint egy konkrétan végiggondolható történet. Mi van előnek? Ez is egy végiggondolható történet. Az embernek a félelmei akkor múlnak el, hogyha végig gondolja, hogy mitől fél, és arra megadja magában a válaszokat. Félek a haláltól? Persze, hogy félek, mindannyian félünk a haláltól. De vajon bevállalnak-e? Ez egy konkrét kérdés. És ha erre a válasz igen, és az én válaszom igen, akkor ettől már nem félek. Félek a börtöntől? Persze, hogy félek a börtöntől. Ki nem félne a börtöntől? De bevállalom? Bevállalom. Miért? Mert fontosabb számomra, amiért küzdünk, mint a saját személyes sorsomért én fordulattal. A bátorság ilyen szempontból nem más, mint a végig gondolt kockázatok és ezekre a kérdésekre adott válaszok összessége. Ha végig gondolod, mitől félsz, és azokra a válaszokat megadod, és azok a válaszok igenek, akkor bátor ember leszel. Ugyanis azon túl, amitől már addig féltél, mástól már félni való nincsen. A Kossuth térre olyanok fognak kijönni első körben, akik ennek az országnak a legbátrabb demokratái. Vagy azért, mert születettem, vannak olyan szerencsések is. Mondom, én nem tartozom közéjük. Tehát én bátor lettem, mert annyit gondolkodtam, hogy bátorrá váltam. De vannak olyanok, akik tényleg annak születnek. És olyan hozzám hasonlók, akik végig gondolták a kockázatokat, és azt gondolják, hogy megéri. Azért, mert önmagunkon túl ott van egy közösség, ott van egy társadalom, és ha a társadalmat jobbá tesszük, végül egyénként is jobban járunk. Ezt kell a magyaroknak felfogni, hogy lehet egyéni kiskapukat egy ideig nyitogatni. De ha egy igazi magyar köztársaságot, egy tisztességes közéletet teremtünk, akkor végül nem kell senkinek kiskapukat nyitogatni, hanem egyszerűen összességében jobban fog járni egyénként is, mint a kiskapuk diktatúrájában.
Tulajdonképpen ennyit szerettem volna nektek elmondani. Szerdán este 7-kor a Kossuth térről élő videó. Mindenki készüljön. Informálni fogok a Facebookos profilomon mindenkit, hogy mi van ezzel a pártfelügyelet látogatással, pontosan tudni fogjátok a teendőket, de mindenki abból induljon ki, hogy még akkor is, ha valamilyen módon betiltják a Kossuth téri 8. rendezvényünket, mindenki akkor is jöjjön. Akkor találkozunk az Alkotmány utcai végénél a Kossuth térnek, és majd elmondom, hogy ilyen esetben mit teszünk. Nagyon fontos, hogy végig mi legyünk az aktív fél egy hadműveletben. És ez bár békés és fegyvertelen, de akkor is egy hadművelet. Mindig az győz, akinek az akarata teljesül. Amiket velünk szemben tesznek, azok már reaktív lépések. A mi akcióinkra reagálnak, pedig még egy percet nem voltunk terepen. Mi lesz, ha terepen leszünk? Mi győzni fogunk azért, mert elszántabbak vagyunk, mert okosabbak vagyunk, és mert mellettünk van az igazság. Senki ne engedje magát most már eltántorítani. Látjátok, ahogy egyre inkább próbálnak a Facebookon mindenkit elbizonytalanítani, kétségeket ébreszteni. Ezek a szokványos Fidesz trükkök, Putyintól tanulták. Nem kell ezekkel most már foglalkozni. Tudjuk, mi a célunk, tudjuk, hogy azt hogy fogjuk elérni. Közösséggé formálódtunk, napról napra erősebbek vagyunk. Szeptember 8-án délelőtt 10-től ott leszünk. Ha a Kossuth térről éppen aktuálisan ki vagyunk tiltva, akkor az Alkotmány utcai végnél, és garantálom, hogy amit ott csinálni fogunk, hát azok után örülni fognak, hogyha a Kossuth térre visszamegyünk. Elköteleződésünk végső zálogaként pedig furcsa, mert hát Göncz Árpádhoz képest én egy néma vagyok. De próbálok azért felnőni hozzá, de én most akkor Göncz Árpádot örökös tiszteletbeli Kossuth téri vezetőjét tettem. És köszönjük el nekünk az egész életedet. És köszönjük.